kedves barátaim, vége lett a júniusi tábornak. Mi lesz veletek? Ne aggódjatok, nem késtetek el, mert szeptember 17-én folytatódik következő tábor. Meditációról szól, mantra meditáció, zene meditáció, megtanulunk előadásokból, hogy mi az igazi meditáció, és garantált tapasztalatot fog szerezni, finom ennivaló, tenger, jó társulás. Én örülnék, hogy veletek tudjunk találkozni, beszélgetni, és a részletek majd leírásban fogtok találni. Rövid lesz, nem lesz 2 óra, pár percet csak gondoltam, elmesélek. Hát mi sokat szoktunk menni szent helyekre, Indiába, ahol vannak 500 évesek, és van 5000 éves helyek, és általában, amikor valaki, tudjátok, mint egy autószerelő, ő már a kopogásból tudja, mi van a probléma a kocsival, és aki foglalkozik ilyen látogatásokkal, akkor meg lehet állapítani, hogy ezek helyek csak egy múzeum, vagy tényleg volt valami szent dolog. És hát, hogyha megnézzük most csak a tényeket, hogy 400 éven keresztül volt 30 munkás, akik ingyen dolgoztak. Akkor a nagyföldöken ott már lehetett pénzért dolgozni, ez egy eldugult hely, nincsenek szórakozó helyek, itt az nem voltak, kolostorban nők se voltak, hogy mondták. Ez egy ember csak úgy nem tud idejönni és ezt csinálni, 40 éven halálig. Ez arra utal, hogy a papok, akik itt laktak, hárman, ők tényleg lelkileg voltak fejlettek. Mert a munkás emberek ezt látták és érezték, és lelkesek voltak papoknak a missziót szolgálni. Ez egy misszió volt, felépíteni egy ilyen kolostort. És akkor ők tudták, jó, akkor mi nem tudjunk olyan fejleten imádkozni, vagy Istennel kapcsolatot teremteni, de érezték, mert ez is egy kiválasztott emberek, mondhatjuk így, erre igen, akiknek nem tudták lelkileg nagyon maguktól fejlődni, de szívesen szolgálták a missziót. És akkor ezért képesek voltak ide jönni, és akkor így szolgálni. És ami igaz, ami tetszett nagyon, amikor mondta, hogy nem volt pénz.
mert amikor kerül pénz a belső forgalomba, akkor ott tényleg szét fog esni már minden. A tisztaság addig van, ameddig van ilyen barter, csere, bere, akkor működött. Ezért 300 vagy 400 éven keresztül ez működött. Aztán itt is lehet látni, mint a több szent helyeken, Indiában, hogy minden degradál. Elindul valahogy valami, és első 300 éven keresztül nagyon jól működik, mert minőségi a papok. De ebben a korszakban, nem csak ebben a korszakban, de ebben a korszakban pláne nagyon gyorsan degradál. Még a papok is előbb-utóbb fognak degradálni, és akkor látjuk az utolsó, ha bár ő is hazarakta felfedezésekkel, pár dologgal, de ő lett az utolsó, amikor már emberek látták, hogy ő már külsőségesen még pap maradt, de belsőleg, lelkileg már nem volt annyira, az már nem vonz. Mert lelke, eredeti lelkesség az vonz embereket. És ez is a másik bizonyíték, hogy bármilyen vallású, hogyha szívbe jó gyakorol, akkor ő tud tapasztalni a kapcsolatot Istennel. Tud látni Istent, tud hallani Istent, ezzel nincs probléma. Tud érezni Istent a mindennapjaikban. Itt most volt a keresztény, akkor vannak a muzulmánok, zsidók, ahol valaki nem külsőleg gyakorol, fontos a külsőség, mert akkor ruhájuk volt, rituálik, ez külsőség, de hogyha egészségesen van belsőleg működve, akkor ez eredményes lesz. És akkor vonz. Amikor már csak mit csináltak? Vizet isznak, bort prédikálnak, vagy fordítva? Amikor itt is, igen, amikor itt is már ez a divat lett, akkor ez volt az utolsó, és akkor így meghal. És ugyanakkor azok, akik járnak, ahogy elején mondtam, olyan helyekre, ahol szentek laktak, és ráimádkozták a helyre, az a hely a szent helynek, mert a lelki energia az ott maradt mindig. Ezért például Indiában mai napig, meg a muzulmán, a Mekkára mennek, akkor zsidók mennek milyen falhoz? Sirotu fal, Jeruzsálembe, mert amikor mennek olyan helyekre, lehet a sok zarándok, de közöttük vannak igazi, vagy ott laknak igazi szentek, akkor az megtisztítja az egész környezetet, a épületet, természetet, és amikor mennek oda a szentek, vagy a zarándokok, azért jönnek, hogy ők is tiszteljenek a helyet, és tisztuljanak. De persze a legfontosabb olyan helyekre menni, ahol még mindig vannak a szentek, mert nagyon hasznos karma szemszögből tisztításhoz menni szent helyeket életébe meglátogatni, de ennél sokkal nagy fokkal jobb, hogyha megyünk és találkozunk ottani lakószentekkel, és halljunk tőlük, mert nekik a hangvibrációk nagyon különleges, és sokkal jobban tisztítja, mint hogyha csak körbevezetést kapunk igazából. Ennyi, rövid volt csak. És mindjárt induljunk vissza. Hare Krishna!